Gyulai Pál, a hősök sírja. Egy sírban, az erdőszélen, 300 hős alszik mélyen, mély sebekkel eltemetve, emlék nélkül elfeledve. De lehajlik az erdő, rájuk élő koszorút szőr, és mint álmaik haragja, harsog zúg a Bérc patakja. Éjfél tájban, sírjuk ormán, felgyúl néha egy-egy villám, és felindul a természet, a menny, mint egy leborul, s mintha volna végítéle, mindent egy hang kiált túl, mintha trombiták harsognák, nem veszett el a szabadság, az igazság ünnepel. Lelkünk széllyel jár a légben, örök bíró él az égben, nem estünk hiába el. Tisztelt emlékező közönség, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy a mai megemlékezésben a korábbiaktól eltérően egy Visegrádhoz kötődő jeles történelmi személy, a szabadságharc fővezére Görgei Artúr tettei, megnyilatkozásai segítségével emlékezzek a gyásznapra, az Arathoz vezető útra, hiszen tavaly emlékeztünk meg a tábornok halálának 100. 2018-ban pedig születésének 200. évfordulójára emlékezünk. Talán felmerülhet néhányunkban illendő a mártír tábornokokról való megemlékezésben az életre ítélt Görgei Artúr szerepét felidézni. Úgy gondolom, az alábbi idézetek segítenek eloszlani a kételyeket. Az 1849. augusztus 9-i tragikus és sorsdöntő temesvári vereség után a 11. aradi haditanácson Görgei, mint fővezér és diktátor így jellemezte a katonai és politikai helyzetet. Hajtások! A vezéri párca mellé, melyet Vitéz csapataim bizalmának köszönhetek, ma a legfőbb polgári hatalmat is kezembe vettem. Minden rám néz, most mint utolsó reményére, és én csak egy esendő ember vagyok. És sohasem éreztem ezt annyira, mint éppen ebben a nehéz órában, hogy ebben a válságos pillanatban tanácsokat kérhessem, összehívtam önöket, barátaim és fegyvertársaim. Remélem, hogy önök, akik ritka kitartással bátran helytálltak a csatákban és ütközetekben, akik jó és balsorsot, örömet és szenvedést megosztottak velem, ma is igazolni fogják bizalmamat. Segítenek nekem megkeresni azt az utat, amelyet a haza iránti köteles felelősség előír számunkra. A mi pénztáraink pedig üresek. Egészen üresek. Hiányoznak a legénység ellátásához szükséges készletek. Lőszerünk pedig addig elégséges egy kiadósabb csatanapra. Mindezeket előre bocsátva megkérdezem. Megmenthetjük-e még fegyveres kézzel a hazát? Azt mondom, nem. Hősi halált hallhatunk, a túlnyomó ellenség elleni kétségbeesett küzdelemben itt-ott még kivívhatunk percnyi sikereket. De Európa két nagyhatalmának jól felszerelt hadseregével nem állhatjuk meg hosszasan egymagunk a nagyon is egyenlőtlen harcot a siker reményében. Ilyen körülmények között a fegyverletételre, mégpedig az orosz csapatok előtti feltétlen fegyverletételre szavazok, mert azt remélem, hogy a cár nagy lelkűségébe vetett bizalmunkat az ő nagyhatású közbenjárása Ausztriánál remélhetőleg nem csak a mi, hanem szegény hazánk érdekében is igazolni fogja. Barátaim, előre látom, hogy talán milliók az elvakultságtól vezetve
hogy az országot sújtó határtalan nyomorúságot teljes egészében nem ismerve, mondom, milliók árulással fognak vádolni. Magukra hagyom most önöket, nehogy jelenlétemből zavarva javaslatomat kevésbé alaposan világítsák meg minden oldalról. Kötelezve magam, hogy határozatuk értelmében fogok cselekedni. Ne áltassák magukat rózsás reményekkel, mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet. A 80 fős haditanács két fő kivételével, ők az osztrákok előtti fegyverletétel támogatták, elfogadták Görgei javaslatát. Ennek alapján Görgei levélben értesítette Rüdiger orosz lovassági tábornokot a fegyverletétellel kapcsolatos kérdésekről. Ebből idézek. Ezen alkalommal ő fősége a cár nagy lelkűségében vetem bizodalmamat, hogy az ő azon számos derék bajtársimat nem fogja egy bizonytalan sorsnak és egy mélyen megszomorodott nemzetet, mely az ő igazság szeretetéhez folyamodik, nem fog ellenségei szilaj bosszú vágyának védtelen kiszolgáltatni. Talán elég lesz, ha egymagam leszek annak áldozatja. Bár a magyar tábornokoknak az orosz cár nagy lelkűségében való bizodalma nem volt megalapozott, tény, hogy Miklós cár, aki autokrata, de lovagias szemléletű és megbocsájtásra hajlamos uralkodó volt, ezt írta Ferenc Józsefnek 1849. augusztus 16-án. Idézem. Kegyelmet a megtévedteknek. Barátot kérje számukra, és érdemük szerint kell bánni a felbújtókkal, az országot nyomasztó bajok okozóival. Korábban felmerült az a tévhit, hogy a kegyetlen és jogilag igen nehezen indokolható megtorlások fő felelőse Hajnaú tábornagy, aki kétségtelenül hajlott a kemény és embertelen intézkedések meghozására, és közismerten gyűlölte a magyarokat. A fő felelős mégis az a Ferenc József volt, aki így utasította Hajnaút, idézem. A legnagyobb szigorúság a kompromitáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mágfejeknek, ha az ember felettük ellovagol. A tények magukért beszélnek. 12 tábornokot, a tábornoki kar 40%-át végezték ki. Összesen 145 kivégzetről vannak pontos ismereteink. 550 honvéd is szenvedett hosszabb, rövidebb vár, illetve vizsgálati fogságot. 800 és 1800 közé teszik az összes rács mögé került megkurcolt számát. A magyar történelmi és nemzettudat kissé torz sajátossága, hogy Ferenc József 1867 után idézőjelben jóságos királyunká vált. Arcképe együtt volt látható a falusi tisztaszobák falán Kossuth képével. Ezzel szemben Görgeinek el nem követett bűnéért a közvélemény és a politikai elit jelentős része haláláig nem bocsátott meg. I.S. Gyulesz így fogalmazta meg egy rövid tömör versében. Október 6. Kezét, mert ő ölt, maga a király, egy nép arcába törölte bele. Nem volt e földnek Petőfie már, így kezdett lenni Ferenc Józsefe. Október 6-áról nyíltan csak a kiegyezés után lehetett megemlékezni. 1890. október 6-án avatták föl Zala György művét, az aradi szabadság szobrot. Budapesten 1890. október 6-a utáni napokban, a Vigadóban, Edison féle fonográf hengerről hallhatta a pesti közönség Kossuth Lajos szónoklatát az aradi hősökről. Ebből idézek. A világ bírája, a történelem fog-e kérdésre felelni. Legyenek szent emlékű vértanuk megáldottak, poraikban, szellemeikben, a hon szabadság istenének legjobb áldásaival, az örökké valóságon keresztül. Hölgyeim és uraim! Tudjuk, hogy gyakran vezet hamis következtetésekre, ha egy adott kor szereplőinek gondolkodását, cselekedeteit utólag értelmezve, úgy véljük, sejtették, mi fog történni 20-30 év múlva. A kiegyezés 150. évfordulójára emlékezve is felmerülnek olyan tetszetős, de kissé kalandos gondolatok, hogy Kossuth előre látta az első világháborút és a monarchia végét. És a kiegyezésből egyenesen levezethető a trianoni katasztrófa. Ettől függetlenül úgy gondolom, 1848-49-ben a magyar nemzet és annak vezetői országvilágnak megmutatták, hogy képesek hónapok alatt megteremteni egy modern polgári államot és a semmiből egy olyan hadsereget, amelyet csak Európa két legnagyobb ármádiája tudott legyőzni.
1848-49 hősei cselekedeteikkel és mártíromságukkal meghatározó módon elősegítették, hogy 1867-ben a lehetőségekhez képest józan, reális politikai kompromisszummal az ország páratlan és máig érzékelhető fejlődésnek induljon. Köszönöm. Adi Endre, október 6. Őszi napok mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek bús keserve, egy-egy könyv e szentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a nap sugára, oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűz reál a fényes égre, bús szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13. Lőpor és golyó általi halállal halt Lázár Vilmos főtiszt. Gróf Dezsőfi Arisztid tábornok. Kis Ernő tábornok. Svejdel József tábornok. Kötél általi halállal halt Lovag Pöltenberg Ernő tábornok. Török Ignác tábornok. Láner György tábornok. Knézics Károly tábornok. Nagy Sándor József tábornok. Gróf Leiningen Westerburg Károly tábornok. Aulich Lajos tábornok. Damjanics János tábornok. Gróf Vécsei Károly tábornok. Gróf Batthyány Lajos. Magyar ország, az én kedves szép hazám, oda a fáj, csak gyönge szívem igaz. Magyarország, az én kedves szép hazám, oda fáj, csak gyönge szívem igazán. Vigyel, vigyel, édes lovam messzire, hogy ne fájjon gyönge szívem ennyire. Hazáig, hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig. Elindultam hosszú útra egyedül, körülöttem borul az ég, nem derül. Én felültem a világ vadlóvá, de szaporát nem tettem a szájába. Magyarország, az én kedves szép hazám, oda, ha fáj, csak
gyönge szívem igazán. Magyarország az én kedves szép hazám. Oda fáj csak gyönge szívem igazán. Megkérem mindazokat, akik koszorút, virágot vagy mécsest hoztak, hogy helyezzék el az emlékmű talapzatán. Thank you.
emlékezésünk végén. Engedjék meg, hogy megköszönjem a közelműködőknek a szereplést. Mint láthatták, idén nem egy intézmény vagy civil szervezet vállalta magára az ünnepi műsor elkészítését, hanem civilek álltak össze, hogy ez a megemlékezés megvalósuljon. Köszönöm nekik még egyszer, önöknek pedig köszönöm, hogy eljöttek. Jó éjszakát kívánok!